20 years is what he goes there for, is to unlock the door while those around him criticize and sleep. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Ezzel kapcsolatban ugye szóba került a beszélgetés alatt a kék szín, tehát hogy vannak olyan, tehát például ez a szín az, ami hozzád kötődik, és ez becsempészed-e minden darabodba, illetve mennyire befolyásol az, hogy neked mi a kedvenced, mi a kedvenc szabásvonalad, illetve színvilágod, hogy tudsz-e attól elvonatkoztatni és valami mást is alkotni? Nagyon szeretem igazából azokat a dolgokat belecsempészni a kollekciókba, amik engem foglalkoztatnak, vagy amiket én akkor éppen nagyon szeretek. Ugye az egyik ilyen ez a kék, de ez nem annyira tudatos egyébként ennek a Daubner kéknek a kiválasztása, hanem ez mindig csak úgy becsúszik valahogy, nem tudom, ilyen kis izgalmas módon itt-ott. És a másik pedig, ami most így nagyon izgat, ezek az ilyen régi darabok, mondjuk a 70-es évekből egy szoknya, vagy egy nadrág, vagy valami, és akkor abból kiemelni egy részletet, egy szabásvonalat, ahogy a zseb ott van, vagy ahogy amilyen a gomb, és azokat így új életre kelteni egy mostani darabon. No, akkor hello Anna Kolozsváron. Szia! És most a botanikus kertben vagyunk, körbejártuk a botanikus kertet, és azt mondtad, hogy ez hasonlít a budapestihez. Hát sokkal nagyobb, mint a budapesti, szóval ott ugye csak egy ilyen a város közepén egy kis elkerített rész, még ez egy ilyen hatalmas ilyen park, ami nem tudom, fantasztikus, nagyon jó hely. Tehát akkor elnyertett a cisedet? Hát több, mint elnyertem. Tehát ezt beszéltük is, hogy én nekem így ez volt a fő látványosság, amit tudtam, hogy akkor is, hogyha ugye ma csak egy ilyen fél napot vagyok itt. De hogy ez volt a legfontosabb, hogy ide eljöjjek. És nagyon tetszik, mert pont gyönyörű idő van, meg most virágoznak a tulipánok is, úgyhogy nagyon elnyerte. Nagyon. Jó inspirációs forrás volt ez neked így a, nem tudom, a következő kollekcióhoz? Hát nem is a kollekcióhoz, de hogy ez mindig így a, nem is tudom, így nekem, így a lelkemnek egy ilyen feltöltődés, inkább úgy mondanám. Uh-huh. És az Anna Daubner fog-e mondjuk esetleg Kolozsvárra vagy Erdélybe terjeszkedni? Szeretnétek eljön? Ezt már kérdezte a másik annától, hogy nyitnátok-e egy punch store-t, egy ilyen Transylvanian punch store-t? Hát igazából, hogyha úgy alakul, megvan rá igény, akkor miért ne? Szóval, hogy így szerintem izgalmas lenne az, hogy a punch az nem csak otthon van, hanem ugyanez a koncepció máshol is van, meg ugyanezekkel a ruhákkal. Uh-huh. És milyen véleményed a kolozsvári, ugye bent voltunk egy ilyen divat, hát a galériába, a Bánfikastiba bent voltunk egy a galériába, és akkor mi volt a véleményed? Az itthoni tervezőknek a ruhái vannak olyan jók, mint mondjuk az otthoni ilyen kisebb tervezőknek a ruhái? Látod bennük az inspirációs forrást? Nem is az inspirációs forrás, ez hülye kérdés, hanem az, hogy mondjuk ugyanannyira kidolgozottak lennének a ruhái? Igen, meg nagyon szép anyagokból dolgoznak, láttam, hogy megnéztem közelebbre, hogy szépen is vannak megvarva. Uh-huh. Szóval, hogy igen, tényleg jók, meg érdekesek voltak, meg
jó volt, így azt láttam így először, ugye leszálltam a vonatról, elindultunk, és akkor így ez volt az első. Úgyhogy ez is így ilyen jó felütése volt ennek a két napnak. Uh-huh. És milyen Kolozsvár tetszik neked? Milyen a hangulata a városnak? Nagyon tetszik az, hogy van itt egy csomó ilyen régi típusú épület, amit így meghagytak, és itt ezen a környéken is, ahol a botanikus kert van, láttam, hogy vannak ilyen villák, ilyen nagy villák, így vannak ezen a környéken. És én nagyon szeretem egyébként Budapesten, és még mindenhol inkább az ilyen részeket kedvelem, meg ezeket szeretek sétálni. Szóval, hogy ezért tetszik nagyon, mert így meghagyták az ilyen régi dolgokat, és ilyen barátságos valahogy így ez a város, így ez az első benyomásom. Aha, értelek. Fogsz-e még Kolozsvárra jönni esetleg a közeljövőben? Tervezze le, hogy mondjuk, nem tudom, barátokkal eljönne? Lehet, csak akkor repülővel jövünk. Mindenki ezt mondta, úgyhogy fogunk nyitni egy ilyen repülőtársaságot, ami Pestről fogja ide a blogdealer meghívottakat. Nem, nagyon jó volt, ezt is ugye beszéltük, hogy így a vonat is igazából teljesen, hát tök jó, meg így egyszer-egyszer így vonatozni egy külön élmény. Még, az, hogy az a gyönyörű a táj. A magyar táj az így, hát ott az Alföld, nem, tehát ugye, az elég selejt, balra selejt, jobbra selejt. Nem annyira szép, de amint így átlépjük a határt, és vannak ezek a gyönyörű szép hegyek, meg mindenhol így legelnek az állatok, meg a kis faluk, szóval, hogy így, ezért jó a vonat egyébként. Tehát, hogy ez a vonatút, ez sokkal izgalmasabb, mint egy 8 órás repülőút. Sokkal kellemesebb. Na jó, köszönjük. Hát én köszönöm. The other one.